járták be pénteki nappal, tegnap besegítve az első osztálynak a végén komoly feladattal ellátva, ma pedig a másosztály felvezetőjeként teljesítették itt tehát a 10. Eger Rallynak az útvonalát, nyomvonalát, rengeteg kilométert megtéve. De szeretném elmondani azt is, hogy ezek az autók azért, mert aki már itt volt, lát, rajtuk múlik az, hogy most a végén legyen eredmény, mert a kint lévő jegyzőkönyveket a gyorsasági szakaszok elején, végén tulajdonképpen ők szedik össze, ő rajtuk múlik, hogy ezek időbe beérjenek, hogy itt a díjkioszton, illetve a dobogon időben tudjunk eredményt hirdetni. Úgyhogy köszönjük nekik, és fogadják szeretettel. Gyakorlatilag ők fogják majd a továbbiakba vinni ezt a részét, és így Zolinak nagy szeretettel egyrészt a mostani munkája, megelőzve a későbbieket, illetve egy úgynevezett újévi fogadalom, miszerint ő fog fölváltani engem itt a későbbiek folyamán, hisz koránál fogva még egész komoly élettér állhat előtte itt a rally részéről, fogad szeretettel elismerésemet, köszönetemet a mostani, illetve az elkövetkezendő időszaknak a munkájáért. Egy-két szó valamit te tudsz mondani a versenyről. Először is az első és legfontosabb, szeretném megköszönni elődömnek és egyik példaképemnek, Lakatos Lajos bácsinak a hosszú éves munkáját, amit a rally sport értett. Ez a legfontosabb. Ő volt közöttünk az első hangos autó, akit sokan nem szerettek, vagy szerettek. Az elmúlt napokról új navigátorral vágtam neki a 10. jubileumi Eger Rallynak, akinek a mai és a tegnapi és a pénteki parádés munkáját ezúttal szeretném megköszönni. Ő Gulyás Kata. Nem kisebb személyiség, mint ifjabb Tóth János navigátora is volt, illetve Olé Sasa navigátora is volt. Nekem megtiszteltetés, hogy ilyen sztár navigátorral dolgozhattam. Illetve megköszönném a nézőknek azt a fegyelmezett és rally szerető magatartást, amit a hétvégén a pályák szélén tapasztaltam. Köszönöm mindenkinek, hazafelé mindenkinek jó utat, mindenkit hazavárnak, jó pihenést! Köszönjük, és nektek is balesetmentes hazatérést kívánunk. Iparkodjatok be a papírokkal minél hamarabb. Időellenőrzően még várnak a dokumentálások.